2018-ban is Balassa Péter lesz a Jobbik szombathelyi választókerületének jelöltje, jelentette be Banna Tibor a Jobbik Vas elnöke. A politikus eddigi munkáját Vargadam Andrea a devizahitelesek ügyével foglalkozó Jobbikos képviselő méltatta. A korábbi sportember tudja, mi a harc és a fair play emelte ki. Balasa Péter választókerületi elnök azt mondta, a tisztesség és tervezhető jövő képviselője szeretne lenni az új ciklusban. Programpontjai között szerepel a korrupció visszaszorítása, a bér és gazdaságfejlesztés, a falu program elindítása és a helyi tömegközlekedés fejlesztés, valamint a bérlakás felújítás is.